Hölgyeim és uraim, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Kérjük, kapcsolják ki a telefonjaikat, ha lehet. Igen, itt nem véletlenül raktam három rózsát az asztalra, majd erről is lesz szó. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a számunkra ünnepi pillanatban. A mai estén a beszélgető társaink Pegnehezi Gábor lesz a moderátor, Gömöri Györgyöt hívtuk meg, és Szőcs Gézát, és Szőcs Géza nevében Farkas Velman Endre a PEN Klubtól szólna pár szót. Ezt itt az elején ezeket a technikai köröket gyorsan lehet. Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar PEN Klub könyvkiadójának nevében, és Szőcs Géza a Magyar PEN Klub elnöke nevében is. Az elsődleges tisztem kimenteni Szűcs Géza urat, aki tőle független akadályoztatás miatt nem ért el a mai alkalomra, de arra kért meg, hogy egy gondolat erejéig tolmácsoljam azt, ami az ő mondani valójának a lényege lett volna, és ez nem más, mint az, hogy a kiadónk végtelenül büszke arra, hogy éppen nálunk jelent meg ez a könyv, hogy egy a magyar irodalom számára talán még fel sem fedezett szerző könyvét tárhatjuk a olvasó közönség elé, és nagyjából ez volna ez az alapgondolat, amelyet Szűcs Géza úr megkér, hogy tolmácsoljak, ezen kívül pedig megköszönném Reiner Sanyai Tibornak ezt a hatalmas munkát, és a Gömöri professzor úrnak is, és gratulálok a könyvhez. Köszönöm szépen! Mi is nagyon szépen köszönjük a Magyar Kántornak, hogy kiadták ezt a könyvet, és az első pillanattól fogva mögé áll, de a végére hagyjuk majd a köszönetet. Most először beszéljünk arról, amiről szó van. Én is átmegyek oda, ahol a másik egyszerű lesz. Készítettünk egy rövid ilyen vetítést. Ha ezeket a hátsó villanyokat le lehetne kapcsolni, akkor az egy olyan mozi hangulat lenne itt a japán kávézó, a japán kávézóban. Köszönöm. Szuper, így nagyon jó is látszik, majd visszakapcsoljuk a beszélgetéshez. A mai alkalom, tehát mint említettem, valóban ünnepi. Békási Ferenc összes műveit tartjuk a kezünkben. Ez egy nagyon hosszú történet volt, még ideig eljutottunk, és most néhány képben, reméljük nagy részét be fogja tölteni majd a számítógép, meg szeretném mutatni maguknak Békási Ferenc életét, néhány kapcsolódó nyomozásunkat, és egy kicsit, ha megengedik, nagyon röviden és tömören belefűzném azt a történetet és azt a rendkívül izgalmas nyomozást, ahogy én ezt a történetet végigvittem az elmúlt 13 évben, hiszen 2005-ben kezdtem el foglalkozni Békási Ferenccel. Tehát itt Békási Ferenc aláírását láthatják, az Adriatica, ami 1925-ben Virginia és Leonard Woolf által Holger Pestnél lett kiadva, annak a borítóját használtuk fel, azt vettük elő, és Békási Ferenc aláírását pedig a Dobronuci Noteszről raktuk rá. Takács Tamás tervezte a könyv borítóját. Ez egy nagyon egyedi megoldás volt, itt láthatják, hogy ha leveszik a védőborítót, ami az eladás szolgálja elsősorban, akkor kapunk egy ilyen nagyon zsenyei könyvet, egy szép könyvtárgyat, ez is szempont volt a könyv létrehozása során. Ha tovább lapozunk, akkor zsenyét látjuk Békási Ferencék idejében, az 1900-as évek elején, még tovább, ez zsenye napjainkban, ez most már a felújított zsenye, ugye az elmúlt években felújították a zsenyei kastélyt, ami ma alkotóházként üzemel, itt született Békási Ferenc, mint azt a legtöbben nagyon jól tudják. A zsenyei kastélyt egyébként Békási Ferenc nagypapája vásárolta meg az én családomtól, a zsenyei családtól,
és Zsenye eredetileg Senye, ez a Senyéjét ősi fészke volt. Én mindig nagyon sokat hallottam Senyéről otthon édesanyámtól, hogy ilyen volt, olyan volt, de tőlünk egyébként Pácint vették el, mi a nagypapám még a Pácini kastélyban született, ami egy teljesen más helyen van, más történet és más jellegű is a kastély. De a lényeg, hogy mindig hallottam róla, és 2005-ben egyszer Őri Szentpéterre a virágzás napokra meghívtak felolvasni, akkor jelent meg az első verses kötetem, és akkor elmentünk ide Ferenczi Gabriellával ebbe a kis kastélyba, és akkor én mondtam, hogy jó napot kívánok, én vagyok Soványos Anyai Tibor, és akkor gondoltam, ez ilyen jó poén lesz, hogy bejelentem igényemet a kastélyra, de hál' Istennek olyan emberekkel találkoztam ott, akiktől a humor nem állt olyan távol, úgyhogy mondták, hogy persze nagyszerű, jöjjön nyugodtan, kedves Tibor, amúgy is egy csomó őrült művészait, úgyhogy, és akkor eltöltöttem 2 hetet Zsenyén. És ez alatt a 2 hét alatt, hogyha közben lapozhatunk a képek között, megláttam például ezt az emléktáblát, ami a kastély falán van, amit egy kicsit még egyet lapozunk, akkor látjuk, hogy itt van, ez 1993-ban állították, ugye ez egy emlékharang, amiről a harangot rendszeresen ellopják, de a lényeg, hogy itt van, hogy Békási Ferenc, Zsenye szülötte, Cambridge-i diák, írt és publikált angol nyelven is. Nagyszerű, és ott van eltemetve a Zsenyei sírkertben, ezt igazán csodálatosnak tartottam, és amikor megkérdeztem, hogy is hol vannak a versei, hát nem tudjuk, hát van egy-két fénymásolat itt a kastélyban, nem nagyon ismerte senki. És akkor felhívtam Szörényi tanárról, talán emlékszik erre, Szegedi Egyetemen a professzoromat, hogy hát, tanár itt egy csodálatos vasmegyei költő, néhány versét már elolvastam, mi lenne, ha ez lenne a diplomamunkám Szegeden. És akkor mondta Szörényi tanárról, hogy nagyszerű, Tibor, de akkor elkezdem diktálni, hogy még mit kéne elolvasni hozzá, és Gömöri Györgyel feltétlenül vegye fel a kapcsolatot az ügyben. Mi akkor Gömöri Györgyel már leveleztünk egyébként, Budai Parmenius István kapcsolatában és más ilyen egyéb nyomozások ügyében. De amikor a Békási történetbe így beleléptem, akkor ez feltűnt nekem, hogy hát itt tudnak róla, de senki nem olvasta a verseit. Hogy lehet az, hogy itt van egy nagyszerű költő, itt van egy csodálatos, izgalmas élet, itt van egy fontos figura, aki egyszerűen angolul is ír, Cambridge-be járt, meg egyáltalán, és nem tudjuk, hogy mit ír. Hogy lehet, hogy ezt elfelejtettük? Nyilván ezt egy 25 éves Tibike tette fel ezt a kérdést, azóta annyiban változott a 37 éves koromra ez a hozzáállásom, hogy már megértettem, hogy mi magyarok olyan gazdagok vagyunk, hogy rengeteget tudunk felejteni. Iszonyú pazarlóak vagyunk így az emlékezet terén, és ez egy borzasztó hibánk. És én ezen a hibán ennyit tudtam most javítani, nem egyedül. Menjünk tovább. Ez a Beatles. Ide járt Békási Ferenc, ha még egyet lépünk, akkor napjainkban is láthatjuk ezt a csodálatos iskolát. Mondd el, hogy milyen Beatles. Igen, majd az angliai részekről Gömöri György fog bővebben beszélni. Én csak annyit mondok, hogy ide járt középiskolában, ez volt az első koedukált iskola, és mindegyik gyermekét, Vezerédi Emma, ebbe az angliai középiskolába küldte, és nyilván ez egy jó megfontolt gondolat volt a részéről, és ez egy igazán modern iskola volt a század előnapjainkban is annak számít, ugyanis amikor megkerestem őket, hogy mi erre a könyvre készülünk, és ezt is ezt szeretném, rögtön nagyon kedvesen és nagyon sokat segítettek, majd ennek is meg lesz a képekben is, meg hát nyilván a könyvben is benne van az eredmény. És itt láthatjuk a Békási Ferit, az Istvánt és az Évet, és ez a Beatles-ben készült ez a kép, igen. A hét testvérből itt 3-at látunk. Az egyikük, Miklós, még gyermekkorában meghalt, és így aztán 3 fiú volt és 3 lány a Békási testvérek közül. Itt most 3-at láthatunk. Ha tovább lépünk, akkor itt látjuk Noel Olivier-t. Most látom, hogy nincs 18 év alatti a teremben, ez nagyon jó szempont lesz, ugyanis Noel Olivier volt a nagy szerelme Békási Ferencnek, ebbe a lányba nagyon-nagyon beleszeretett Békási, lépjünk tovább, a Beatles-be találkoztak a középiskolában, itt látunk róla egy jobb fotót, ahol láthatjuk, hogy milyen attraktív, kedves és szép lány volt. A levelek nagy része, 80%-a, ami ebben a kötetben van, és Valódi Virág fordításában olvashatják. Néhány 2 levelet fordított bele Stenszki Cecília, aki a könyv korrektora volt, szintén egykori szegedi egyetemista,
Justin Booknak írott leveleket, és egy levelet Édes Anna németből, amit a Duchinska Ilonának írt Békási Ferenc. Ez a könyv majdnem fele igazából a levelek, ami nagyon izgalmas, azért izgalmasak ezek a levelek, mert majd később elmondom, most lépjünk tovább. Ő volt Rupert Brooke. Rupert Brooke volt ez a fiú, ez egy szerelmi háromszög volt igazából, aki rögtön beleszeretett Noel Olivierbe, és hát ő egy angol költő volt, Anna egy első világháborús angol költő, és sokkal szerencsésebb volt, mint Békási Ferenc, hiszen az ő verseit és leveleit kiadták Angliába, és ismerik világszerte. Skirosom, hát vagy többé-kevésbé, majd Gyuri azért majd javít engem az ilyen angol irodalom kapcsán, de azért ismerik Rupert Brooke-ot, és Skirosom, ugye ő Gallipoli felé ment az angolok mellett, és megcsípte egy szúnyog, és meghalt, vérmérgezésben meghalt. Még Békási Ferencet nem egy csípőek, hanem ez egy másik történet, vagy később elmondom. És ő volt az, aki szintén levelezett Noel Olivierrel, és ez a szerelmi háromszög az, ami ezekből a levelekből kirajzolódik, tovább léphetünk. Itt Paul Delany könyvéből van ez a kép, ahol Noel Olivier egy cigány lánynak öltözve van az új pogányok egyik összejövetelén, így hívja Paul Delany. Ezekről is majd lesz szó, ők voltak az ilyen forradalmár fiatalok voltak, akik kiártak a folyópartra mindenféle érdeklődésű és mindenféle szexualitású fiatalok voltak köztük, és így történhetett meg az a következő kép, ami nagy dilemma volt, hogy belerakja, mert várj mielőtt váltasz. Itt kérem, akik prüdek vagy nem szeretik az ilyesmit, az nehézen oda léphetünk. Itt Noel Olivier-t egy teljesen mesztelenül láthatjuk, a képet Little Strange-i készítette, köszönöm, léphetünk tovább. Ez a King's College, ahova Békási Ferenc az egyetemre került, és rögtön az első évben felvették az apostolok társaságába, ami egy elit társaság volt, főleg John Maynard Keynes, a híres közgazdász hatására, és ő nem csak hogy az első külföldi tagja volt egyébként Békási Feri ennek a társaságnak, hanem ahogy jól tudom, a legfiatalabb tagja is, tehát hogy én úgy tudom, léphetünk. Itt van John Maynard Keynes, egy nagyszerű, nagyon komoly intellektus, aki komoly barátságba is került Békásival, itt hogyha lépünk tovább, akkor láthatunk egy levelet, egy levélrészletet, ezeket a leveleket Gömöri György gyűjtötte össze, amit Békási Feri írt Maynardnak. Ez a barátság annyira szoros volt, hogyha tovább lépünk egy pillanatra, akkor most kilépek ebből a történetből, és megmutatom, hogy 1912. szeptember 22-től október 6-ig Vasmár megye műtörténeti kiállítása volt, most kicsit hazabeszélek Vas megyébe, ha nem bánod, és Szombathelyen. Amit a következő képen látható, Verebivék Gyula szervezett. Verebivék Gyula volt az, akiről szó van egyébként ezekben a levelekben, és akinek ír Noelhez Bozsokról, akkor a következő képre lépünk. Itt a Bozsoki könyvtárszoba Verebivék Gyula rajzán. Ő ugye egy festőművész volt, aki a Julien iskolába járt, és aki hazatérvén az Iparművészeti Múzeumnak az igazgatója lett, és aki egy gyönyörű könyvtárat épített Bozsokon, és a Békási történet alatt nyomoztam én jobban utána részben Gömöri György inspirációja kapcsán is. Ez az életünkben egyébként ez a tanulmány nagy rész megjelent. Hogyha tovább lépünk, akkor itt láthatjuk, amikor a 40-es évek végén a nyilas tisztek elfoglalták Bozsokot, és kihallgatták az embereket. Verebivék megfestette ezt a képet, a következő képen pedig azt látjuk, amikor itt lépünk, hogy az ÁVÓ hogy tette tönkre a kastély belülről. 1951-ben az ÁVÓ ölte meg Verebivék Gyulát, az idős Verebivék Gyulát, aki nagyszerű barátja volt, ám de ha tovább lépünk, akkor láthatjuk, hogy az OSK-ban megmaradt az egyedi általa kötött és ezáltal elrejtett emlékiratai, amiből egyetlen egy példány volt és 89-ig zárolt anyag volt, ez máig sincs kiadva. Ilyen történetek bukkannak elő a Békási megpiszkálva, csak így mutatom, mehetünk tovább. Ezt a levelet, egy másik történetet mutatok most, Justin Brooke-nak, aki nem azonos Rupert Brooke-kal, bár Amber névrokonok, írta ebben a csodálatos levélben, hogyha lépünk még egyet, Bill Justin Brooke, ezt Gyuri küldte ezt a képet róla egyik levelében,
aki nagyon jó barátja volt egyébként Rékes Ferencnek, tovább lépünk, ez ugyanaz a levél, és akkor itt olvassuk a leveleket, így néztek ki, ezeket fordítottuk, ezeket a leveleket, ha még egyet lépünk, akkor ezt a részt itt be, ezt a részt itt dekorálkáztam, ugyanis ezen a részen arról van szó, hogy kedves Justin, nem is gondolnád, hogy egyébként az Adriatica című költeményemet én nem kitaláltam azt az útvonalat, hanem 1907-ben az Orion hajón mi behajóztuk az Adriát a családommal. És amikor ezt megtaláltuk, akkor megdobbant a szívem, és beírtam a Google-be, hogy Orion Adria, és kidobta az egyik hajótársaságnak, hogy ez az Orion még mindig létezik, ez az Orion még mindig az Adrián fut, és ugyanannak a családnak a kezébe van, úgyhogy találtunk egy hajót is, miközben a békási történeteket kutattuk, ami szerintem figyelemre méltó dolog, ez egy nagyon, én szerintem ez valami olyasmi, ami összeköt minket, és a békásiék voltak, ugyanis ezt a hajót abban az évben bocsájtották a tengerre, és hogy ők voltak az első utasai, vagy az első között voltak, azt szerintem figyelemre méltó. Az ember egy-egy ilyen filológiai nyomozás során nem csak elfelejtett dolgokat, hanem még egy hajót is találhat. Tovább lépve, ugye ez az az Adriatica, amit ezen a hajón, vagy ennek a hajónak az inspirációjára, ihletét, hatására írt, amit aztán így nézett ki a Virginia Woolf-ék által 1925-ben kiadott kötet. Ha tovább lépünk, akkor itt láthatjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Békási családról mindössze két fotó maradt fenn egy hagyatékból. Ez az egyik, ahol a békási gyerekeket láthatjuk, most elég gyorsan léptünk, csak egy kicsit visszanézzük meg őket, ahogy a boldog békeidőkben még az első világháború előtt olvasnak, ugye itt van Békási Ferenc a szélén, nem tudom ismerted ezt a képet, Gyuri egyébként, és ott vannak a lányok, és ez valószínűleg Zsenyei Kertre készült ez a fotó. Én el tudom képzelni, hogy ezt a fotót valószínűleg Békási Éva készítette, ugyanis később neki a fotózás lett a hobbija, elég sok fotó maradt fent tőle. A következő képen szintén láthatjuk a családot, az Emma ott ül, és hát ezek még a boldog békeidők. Ami ezután jön, az nem lesz olyan. Ez még egy izgalmas történet, ugye a Zsenyei diákon, ami ilyen kis diák maradtak fenn Zsenyébe, és ott az egyik képet, erről külön előadást is tartottam, az egyik képen Nagy Sándor, a Gödöllői Nagy Sándor, tehát a szecesszió nagy festőjéről beszélünk, aki jó barátságban volt Békási Ferenccel, ő megfestette a fiatal Békási Ferencet, de sajnos csak a dia maradt fenn erről a képről, én ezt beszkenneltem, ezt a diát ugye megtaláltam, beszkenneltem, és azóta keresem ezt a festményt. Hát ha majd most a Békási összes hatására ez előkerül ez a festmény, továbbra is jelzem vásárlási szándékomat a kép iránt. Itt láthatjuk Békási Ferencet végzős Cambridge-i diákként, és rögtön ugye, ahogy lediplomázott, kitört az első világháború, és hazatért. Léphetünk, és beállt huszárnak, a pápai 7. honvéd huszárezrednél képezték ki. Ez alatt az idő alatt írja igazából szerintem a legjobb verseit, a legszebb leveleit, a legizgalmasabb dolgokat, és egy ilyen folyamatos változáson megy át. Ez a rész, ez az utolsó év, ez nagyon drámai, a kötetből is kirajzolódik. Tovább léphetünk, itt egy ilyen romantikus fotó, Békási Ferenc, mint huszár. Még egyszer tovább lépünk, ez az, amit a Bidőszből szerettünk róla fotót, oda is elküldtek egy ilyen képet róla. És akkor hát itt látszik, hogy az arca egyre keményebb, és ez a leveletből is kiderült, tovább léphetünk. És ez volt az a notesz, amiben a válogatott verseit írta, és ez, amit megtaláltak aztán az öttáskájába a csata után. Tovább léphetünk. Ez volt a gyászhír a helyi újságban Szombathelyen, ugye, ami megjelent a Békási Ferenc haláláról. És tovább lépünk. Akkor itt van Noël Olivier a háború után, láthatjuk, hogy az ő arcán is jelentős változás ment végbe. Rupert is meghalt, Békási Feri is meghalt, ő viszont egy elég hosszú életet élt, és orvos lett, ahogy ezt tervezte. Tovább léphetünk. Ugye ez a King's College kápolnájának az egyik fala, ahol az angol oldalon harcoló első világháborús hősöknek a névsorában egy részlet, mert nagyon sokan voltak, és akik Cambridge-i diákok voltak, és az másik falon mellette, hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk Békási Ferenc nevét külön kiírva. Egyetlen. Az egyetlenként.
Ez egyébként egy ilyen kultikus hely lett ott Cambridge-ben, ilyen magyarok által látogatott hely. Ennek külön története van, majd lehet, hogy elmondja Gyuri. Tovább lépünk. Itt van Bezerédi Emma később, sokkal-sokkal később, és akkor most egy kicsit rátérünk a recepcióra. Ugyanis Bezerédi Emma, hogyha még egyszer tovább lépünk, adta ki ugye először 1915-ben az Elmerült szigetet kis példányszámba, ebből csak néhány van ebből a kötetből, és erről írt Babits Mihály, ezt a kötetet ismerte. Babits nekrológia egy nagyon erős, nagyon hatásos háború ellenes manifestum volt, szöveg volt, amiben B.F. Huszár önkéntesről írt, és sajnálta, hogy nem találkoztak, ugye Békási halála előtt elküldte a Nyugatnak a verseit, de Babits nem válaszolt neki, és nem közölték ezeket a verseket, de rögtön utána kiadta Emma 1917-ben a tanulmányokat és jegyzeteket, erre már felfigyelt Kosztolányi, Tóth Árpád és Söpfin is írtak róla, és a korban azért erről volt szó. Tovább léphetünk, ugye említettem, hogy Angliában nem felejtették el az angol verseit és az Adriatikát, a nagy elbeszélő költeményét Virginia Woolfék adták ki 1925-ben, és tovább léphetünk, és most egy kis kitérőt tennék, egy rövid kitérőt, ugye említettem, hogy ezt a festményt a Gödöllői Nagy Sándor festette, akivel kapcsolatban volt. A 70-es években a Herman Otto Múzeumban Miskolcra bekerült egy hagyaték, amit Pirint Andrea azonosított, hogyha tovább lépünk, ez volt az a hagyaték, ezek ennél sokkal kisebb képek. Ez a Gödöllői Nagy Sándornak 9 ólomüveg ablak terve, ami egészen 2005-ig vagy 6-ig csak egy hagyatékba hellett, és nem nagyon tudták hova tenni, de hogyha a képeket közelebb hozzuk, léphetünk a sorba, láthatjuk, hogy vers részletek vannak alul és felül, léphetünk tovább, és láthatjuk, hogy Békási Feri neve van kiírva a keresztre. Ezeket az ólomüveg ablak terveket, hogyha tovább lépünk, Békási Ferenc sírja felé egy kápolnához tervezte a Gödöllői Nagy Sándor, ő rajzolta meg őket, ezek gyönyörű tervek, sajnos ez a kápolna soha nem épült fel. Én továbbra sem adtam fel a reményt, hogy ez egyszer majd fel fog épülni. Igen, ez fontos képek, erős képek. És aztán 2010-ben kiadtuk, ez volt ugye a diplomamunkám, a Békási Ferenc egybegyűjtött írásait, azért egybegyűjtött írásai, mert nem, azt tudtuk, hogy nem az összes. Ez volt a Szegedi Egyetemen a diplomamunkám, tovább léphetünk. Utána a szerelmes leveleit, ami egy, majd elmondja Gömöri Gyuri, hogy találta meg Békási Ferenc szerelmes leveleit Angliában egy kedves idős hölgynél. Ezt Balogi Virág fordította annó, majd ez 2013-ban volt, tovább léphetünk. Ez az megemlékezés 2015-ben, amit Zsenyér a kastélyban, a kastélykertben csináltunk. Ez egy nagy előrelépés volt, egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy a helyiek is végre megértik, hogy ővék is ez a költő, és ez egy fontos dolog. Másrészt azért, mert végre kitisztítottuk a sírját Békási Ferencnek, és kiírtuk a nevét és az évszámokat a sírra, ami addig nem volt. Ez az a hely egyébként, ahova a kápolna épülne, és a huszárokat Visorfaltának tovább léphetünk, és itt van ugye kiírva Békási Ferenc neve, tovább léphetünk, és aznap este Mészáros Szabolcs festőművész barátomnak hála, így a Zsenyék kastélyra rávetítettük Békásit, több képet is róla, és aztán 2017-ben Gömöri Gyuri és Gömöri Mari szerkesztésében megjelentek Angliában a Békási Ferenc angol írásai, erről is lesz majd itt szó. Ez egyébként egy nagyon fontos pont volt, mert azóta nem tudom, hogy ezt tudod-e vagy láttad-e, de hogy több ilyen oktatási segédanyagban én megtaláltam az interneten, hogy az első világháború oktatása kapcsán Cambridge-be az egyetemen a Rupert mellé felvették a Békási Ferit is, és hivatkozzák ezt a könyvet, de komolyan, úgyhogy ez egy fontos dolog volt, és ha tovább lépünk, akkor eljutunk a ma estéhez. Ez volt a rövid bevezető. Most megkérném, tehát úgy fog kinézni a dolog, hogy Békási is szóhoz jusson, meg mi is, hogy megkértem nagyon kedves barátomat, Csütő Andrást, kiváló színész kollégát, hogy 3 Békási verset és egy levelet olvasson fel nekünk itt a beszélgetés kapcsán. Most visszakapcsolhatjuk majd a villanyt, és megkérném, hogy az első verset olvassa fel. Thank you.
Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ezúttal is Tibinek, 2015-ben ott lehettem én is Zsennyén ezen az alkalmon. Az első vers címe Szerelemért csónakot, Szőcs Géza fordítása. Ide most a csónakot, bánat ne kövessem. Ám jön, nem maradhatok, lepje hó a testem. Hol a lapályt ködbe vész, eső messzesége. Erre mész, vagy arra mész, szerelmednek vége. Köd homályos sétatér, mintha puszta volna, szerelmünk ott véget ér. Holnap, avagy holma. Most a hattyúk úsznak el át a téli ében, tombol csipkés szélvihar, szökőkút a szélben. Mielőtt még gyűrű a hó, lebukni a mélybe, s kacérkodni volna jó, lent a végveszélybe. Hogyha út előtt a hó vitorlánba kapna, hajón szembefordítom, szél ellen haladva. Végtelen vizek fölött most kell útra kelnem. Minden mögöttem marad, csak a szerelem van. Üldöznéd a sorsodat, egyszer volt az egyszer. Igazolja őt a vég a halál a mester. Ott, ahol a verék se szól, és a csönd se mozdul, messze mélyen nyugszom én, ahol majd a hó hull. Köszönjük szépen, akkor most magamhoz ragadnám a mikrofont. Tibor ugyan adott egy előzetes forgatókönyvet, de hát rögtön felrúgta az egészet, és 15 perc helyett ő 35 percen orált itt. Még maradt tanár úrra is időnk, úgyhogy én nem is szaporítanám itt a szót tovább. Popmesteri tevékenységem egy funkciónak elegettével, hát is adnám a szót Gömöri Györgynek. Egy kicsit talán, vagy még annyit talán irányítva, hogy ezekről a Cambridge-i és Beatles-i diáktársaságokról kicsit bővebben, ha megtudhatnád valamit, illetve erről az egész közegről, amiben a békási mozgott, és hogy miért fontos ez. Ugye elhangzott, vagy hát a kötet elején leismerve, hogy ő angol-magyar költő volt, tehát, és ugye ez a vers is, amit hallhattunk Szőcs Géza fordításában, az egy angol költemény. Ennek mondjuk például van-e valami recepciója Angliában? Hát itt azzal kell kezdenem, hogy ezzel az emléktáblán, amit Tibor mutatott, az mondjuk angol nyelven is írt verseket. Én már akkor mondtam Tibornak, hogy hát ez nem egészen úgy van. Ugyanis Békási Ferencnek életében egyetlen magyar verse sem jelent meg nyomtatásban. Angliában viszont volt egy Cambridge-i antológia, 1913-ban adták ki, amiben az összes Cambridge-i verselő költő benne van, ezekből nem mind lett költő, de benne vannak. Benne van Robert Brooke is, az egyik legismertebb versében, amit Grantchesterről írta, az egy falucska Cambridge közelében, és benne van Békási is, két versen, amiről, és ez nagyon érdekes, meg is jelentek kritikák már erről az antológiáról. Méghozzá az egyetlen, amit én Kolénnak gondoltam, az Edward Thomas írta. Edward Thomas, akit most fedeznek föl, most az utolsó 10 évben fedeztek föl, Wilfred Owen és Siegfried Sassoon mellett, mint az első világháború nagy angol költőjét. Ezek barátok voltak, kiderül, hogy Békási barátkozott Edward Thomas-szal. És ebben a kritikában, erről az antológiáról azt írja, egy mondat van, egy nagyon elismerő mondat Békásiról. Teljesen megtöbbentem, hogy ez megjelent, és ezt senki nem ismeri. Na, hadd mondjak néhány szót arról, hogy hogyan jutottam hozzá az anyaghoz, mármint a Lebrun Noel Olivier levelezéshez. Itt azért meg kell jegyeznem, hogy Noel Olivier a nevét nem két ponttal írta, hanem angolosan, tehát nem franciásan írta, hanem angolosan írta, tehát a két pont helyen, és Noelnek egyet
szerették természetesen, azért mert karácsonykor született. Tehát, hogy úgy jutottam hozzá az egészet. Hát ez kezdődött úgy, hogy elmentünk a kedves feleségem, itt ül, elmentünk vele együtt a Trinity College-ba, aminek szintén tagja vagyok, vacsorára, ez az egyik legelőkelőbb kollégium Cambridge-ben. Én aztán a Darwin College-nak lettem a fenója, de vagyis vezetőségi tagja, de hát a Trinity-ben voltam először, mint kicsi tag. És kinél ülünk, ki ül mellettünk, illetve velünk szemben a vacsoránál, Milo Keynes, na most a Keynes megint azoknak, akik nem tudnak, nem ismerik a helyi kiejtést, meg kell magyarul, ez nem Keynes, ez a Keynesnek írt közgazdász, ez a Keynes. A Milo Keynes, aki a nagy Keynesnek, a Maynard, John Maynard Keynesnek az unokaöccse. És valahogy elkezdünk beszélgetni, és mondom neki, hogy Békási. Ez lehetett 1981-ben, úgy valahogy, nem? Vagy 82. Én akkor születtem. Na, az mondja nekünk, hogy persze Békásiak, hogy ne ő tud róla, és a Noel Ogyvének még él a lánya, vagy már meghalt, Noel Ogyvének a lánya, és megvan a címe. Megvan a címe, abban a pillanatban írt vagy, aki másnak írt a levele, feleségemmel, aki áldozatkész kocsivezető, elfurikáztunk Cambridge-ből Oxford mellé, ahol ez a Angela Harris nevű hölgy élt, és 10 percen belül kiderült, hogy nem csak megvannak a Melody levelek, de azt mondta a Angela, aki akkor már elég beteg volt, hogy hát ő el fogja olvasni ezeket a leveleket, és majd ír nekem róluk. Írt nekem róluk, azt mondja, hát ezek sokkal szebb levelek, mint amit a Rupert Brooke írt a Noel Olivier. Mint a Rupert Brooke levelei kiadták egy külön kötetben az unoka, az egyik unoka lány. Az a cím, hogy Song of Love, ugye a szerelemben. Jó, a Rupert Brooke egy nagyon, hogyan fogalmazzak, sok oldalú, de ugyanakkor rendkívül szeszélyes úr volt, és a hölgyekkel kapcsolatban, a lányokkal kapcsolatban teljesen beszámíthatatlan, ezt kell mondanom. Egyiket imádta és istenítette, a másikkal ugye hát viszonya volt, elutazott Németországba, nem akarom tovább mondani. A lényeg az, hogy a Noel Olivier-vel ő sem szemben, ő sem érvényesült, mert a Noel eldöntötte 16-17 éves korában, ő pedig orvosnak készült, amíg ő meg nem kapja az orvosi diplomáját, addig semmiféle kapcsolat nem jöhet létre közte, már mondja olyan kapcsolat, ami szokott létrejönni férfiak és nők között. Na most, az apostolok. Hát az apostolok az egy, írják azt, hogy titkos társaság. Apostolok nem volt titkos, de nagyon exkluzív, nem hivatalos klub volt Cambridge-ben, aminek mindig 12 tagja volt, de a régi tagok visszajárhattak, már a nyugalmazott tagok visszajárhattak az ülésekre. Ennél fogva két vagy több nemzedék egészen kiváló emberei, filozófusok, közgazdászok, írók, állandóan matematikusok jártak az apostolok ülésekre. Tehát az apostolokba bejutni az egy óriási szó volt. Óriási. 1911-ben került ugye Bidélsz után, na most Bidélsz egy nagyon szép iskola, én jártam ott, a Tibor sajnos, nem? Még. És tényleg valóban az archívumból ott sok mindent kaptunk. Például azt, hogy Békási Ferenc milyen korai élet volt. Az önképzőkörben 16 éves korában tartott egy előadást. Nem fogják kitalálni, kiről. Nietzschéről tartott előadást Békási Ferenc 16 éves korában. Hát, ja, és van egy levele fönnmaradt, amiben a Keynesnek írja, John Maynard Keynesnek, akit meglátogatjuk talán Magyarországon, azt mondja neki, hát, igen, rába a Szent Polnáriba kell átszállnod, hogy eljussál Zsenyére, és a bécsi vonat majd fogva téged, bánni a kocsit. Azt mondja, különben
olvasta, te Nietzsche, én nagyon ajánlom neked, hogy olvasta, mondja a Békási, a John Maynard, jó, nem mondjuk tovább. Az apostolok első második tagja valóban az első éves diák Békási Ferenc lett. Nyilván azért, mert tetszett a Kénznek. Na most itt, erről nem beszélt nagyon diszkréten barátunk, hogy Angliában bizony akkor a homoszexualitás nagyon hívott, és a Cambridge-i professzorok nagyon sokan melegek voltak. De nem feltétlenül praktikusan melegek. Volt egy ilyen platonikus elképzelés arról, hogy ha neki tetszik egy fiú, akkor igen, minden, de nem. Megint csak semmiféle testi kapcsolat nincs közünk. Tehát én részemről majdnem biztos vagyok, mert a Keynes között, aki kvázi adoptálta magának a Békási, nem volt semmilyen testi kapcsolat. Viszont szellemi kapcsolat nagyon erős volt. Na, még azt elmondom gyorsan, ki volt a második külföldi tanja az apostoloknak? Wittgenstein. És ahhoz, hogy a Wittgenstein megválasszák, kellett a Békási szavazata. Most megint van, a Békási ügyben Angliában is sokféle értés van. Mert két Keynes életrajzban írják, hogy hát a Békási azért húzódott kicsit attól, hogy a Keynes ne válasszák az apostolok, a Wittgenstein beválasszák az apostoloktól, mert ő ugye régi nemes volt, és a Wittgenstein egy osztrák új nemes. Hát ez egy hülyeség. A Békási ismerte már akkor a Wittgenstein. Van egy levél, ez benne van ebben, ami azt írja a Noelnek, aki hát egy érdeklődő kislány, de nem nagyon tájékozódik a Cambridge-i ügyekben. A Békási mindent megír. Azt is megírja, hogy Rupert Brooke-kal találkozott, Rupert Brooke kedvenc olvasmánya, azt mondja, a Milton elveszett paradicsoma, nekem azt hétfőn el kell olvasnom, mert akkor megyünk teázni, azt mondja, Brooke van, és nem akarom, hogy színjel maradjon, hogy nem ismerem ezt. Tehát, igen, Wittgenstein. A Békási ismerte már a Moore nevű filozófustól egy partin ott volt, és látta, hogy ez a Wittgenstein egy olyan zárkózott, emberkerülő pasas, aki egyetlen, egyszerűen nem fog részt venni a társaság munkájába, tehát nem jár az apostolok, akkor minek válasszák be? Bertrand Russell is nagyon oda volt, hogy beválasztották, mert ő meg magának akarta megtartani a Wittgenstein, nem feltétlenül, hogy mire ne gondoljanak rosszra, csak nagyon csodálta a Wittgenstein filozófiai észjárását. Tehát ő azért habozott egy kicsit, hogy a Wittgenstein beválasszák-e, mert tudta, hogy ez aztán nem. A Wittgenstein egyetlen ülésére ment utána az apostoloknak, aztán lesett. Na, szarta, bocsánat a kifejezésnek az apostolokat. Na, én most sokat beszéltem, úgyhogy átadom megint a Tibornak, hogy esetleg ennyit beszélni. Meg esetleg meghallgathatnánk Gömöri György fordításában az 1914 című verset Békási Ferenctől. Félelem nélkül ment, mivel mennie kellett, szinte vidámon. Gyakorlaton izzadt, stalolt, lovagolva a nagyhevű nyárban. Vele voltak társai, mint ő, vágva a harcra merészen, s búsnapokat vonszolt a világ a háború vadszekerével. Szó nélkül hult el, míg a csata dúlt, békére találva a vad patadobogásban, mikor szívét golyó találta. Talán erőtlenül feküdt, míg minden hallgatott, lassan elfolyt a vére, csak ennyitől lett oly ifjam halott. Oly sok holt hevert körötte, tán költő kellene, vagy egy asszonyrokon, ki tudja, mi pusztult itt vele, az anyja kellene, vagy az a lány, akivel egyszerre lépett a nyáros vényeim, akkor még örömmel, büszkeséggel, ki tudná, nem csak egy szám volt, a táblán cserélhető paraszt, nem csak véréből, a szép jövő időből egy cseppnyi sem maradt. Elvesztek remélt napjai, egy ház, egy otthon is talán, mert ezrek rakhatnak fészket, csak ő marad otthontalan. Mikor a réten tüzek gyúlnak, és az égen csillagok, s az ifjú volt barmokat hajt,
s felhők legelnek hallgatak, mikor a pásztorok egymást hívják, kürtszavuk tiszta és hangos, ezerek hallják, csak az nem, ki egyedül értette e hangot. Szegény teste már gyönge, a szíve megáll, és csak álom minden vágya, reménye, bánata. Már nem él, és lankadnak kincses évei, melyek végső leheletével messze szállnak, lágyan, ahogy az álom foszlik. Nem volt erőszakos halála. Napjaim, s a világnapjai unottan telnek. Korunk beteg. Munkára születnek, s bár nem kívánnak ölni, ölnek emberek. Napfény és árnyék, homlokomra több is koszorút fonnyatok. Nővéreim, százezer voltat, külön-külön gyászoljatok. Ez egy nagyon szép vers, amit angolul írt, ugye, mert én fordítottam. Békási Ferenc valószínűleg, ezt nem tudjuk biztosan, de Magyarországon a valószínűleg pápán, amikor behívták katonálását, hogy nem önként jelentkezett. És abból a szempontból valóban jobb a vers, mint Rupert Brooke ismert és híres verse, aminek az a utolsó versszaka, hogy ahol meghalok, az angol föld lesz, meg Anglia, stb. Anglia. Ami azért egy több, mint hazafias vers, inkább nacionális. De ebben a Békási versben az egész háborúról van szó, és mindenki benne van, és előre látja, hogy mi lesz a háborúban. Igen, ennek egy kicsit még ott adnék rendületet, szerintem ez egy nagyon jó téma, hogy miben volt más az ő patriotizmusa, vagy magyarsága. Egyáltalán ugye van egy nagyon jellemző mozzanat ennek a történetének, hogy akkor tér haza a legutolsó napon, az utolsó pillanatban, amikor még megteheti, és ugye a kényszer ad neki kölcsön pénzt, mert már zárolják ugye a számlákat, a bankokban már nem fér hozzá a pénzhez, a kényszer ad neki pénzt, hogy hazautazhasson, és ha egy napot késik, akkor őt internálják, és ez a történet akkor teljesen máshogy zajlik. Ugyanakkor kicsit megütötte a fülemet ez a Wittgensteinnel kapcsolatos, hogy a Wittgenstein egy új nemes, egy osztrák új nemes, és a Békási pedig egy hős magyar nemes, ő írja konkrétan azt, nem tudom pontosan idézni, de valami olyasmit ír, valahol itt megütötte a szememet, hogy a... Emanáció. Ez az, igen. Kifolyása annak, ami hős magyar nemessé. Így van. Ugye ezt írja magáról, illetve még szintén az egyik levélben. Az egész szöveget érdemes elolvasni, mert az egy... azért abban sok minden van. Nem csak ez. Illetve még a magyar fajtáról van egy ilyen nagyon... hát, szóval ő szerette a magyarokat, ő haza akart jönni, és itt akart talán meghalni valószínűleg, tehát vállalta a sorsát. És hogy nem tudom, hogy erről még Tibor. Na, Tibor azt mondja, hogy az utolsó versei, és valóban az utolsó verseiben van egy határozott emelkedés, a magyar verseiben is. Én nekem a Senyei Park nagyon tetszik, mint versen. Majdnem, hogy elő. Senyei Kert. Protestben a hazám az otthonom címére. Igen, természetes, én egyetértek azzal, hogy ő úgy érezte, hogy noblesse oblige, tehát hogy ő kötelezve van a család által és azáltal, aminek ő született, hogy hazajöjjön és valóban részt vegyen a háborúban, és valahol azt írja, hogy ez a háború nem jó, de nekem jó, miért? Mert úgy érezte, hogy megférfiasodott a háborúba való, tehát a katonaságon keresztül valahol. Ugyanakkor egy dolgot azért el szeretnék mondani, amit megint eddig a Békási életrajzok idején kicsit hát elhanyagoltunk. Ez a következő. A Békásinak volt egy tanára, Cambridge-ben, aki irodalmat, de politológiát is tanított. Bizonyos értelemben ő a political science előfutára, ezt úgy hívták, hogy Goldsworthy Lewis Dickinson. Dickinson nem rokon az Emilynek,
ez a Dickinson, akit Gondinak, tehát Aranyos Dickinsonnak ismernek, és aki valóban, hát szintén voltak olyan barátaim, mint az Ian Foster, aki közismertelen, hát nem mondjuk többségi gondolkodás, rosszul fejezek ki magam. Szóval mindegy. Dickinson, amikor kitört a háború, elkezdett gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni. És írt egy pamfletet. Mi lesz a háború után? Ezt a pamfletet úgy emlegetik, mint ami a League of Nations, tehát a Nemzetek Ligájának a megteremtője volt. 1915-ös pamflet. Tehát a háború még éppen, hogy ez volt Békási Ferenc utolsó olvasmánya, ezt tudjuk a könyvlistáról. Majdnem, hogy magával vitte a frontra, lehet, hogy frontra már nem, de Budapesten, amikor a pápáról áll, Budapesten, ő a Dickinson pamfletjét olvasta, azon gondolkodott, hogy mi lesz a háború után. Igen, a könyvből az is kiderül, ugye, hogy miket olvasok, mert van csipvezetett olvasó listát is. Hát ezt én egy nagyon fontos momentumnak tartom, mert a hazafiasság minden mellett, ő valahol lélekben angol is volt már. Hogy került az a pamflet Budapestre? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudom megmondani, valószínűleg Svájcon keresztül, és én valószínűleg tartom, hogy a vagy a Bucsinszka Ilona, vagy a Békási István, aki Zürichben tanult, az szerezte be neki. Ezzel nem tudom. És ezt már nem is hiszem, hogy ki lehetne deríteni, de azt tudjuk, hogy a Keynes egyik levele, Keynes együtt írt egy levelet a Duncan Grant nevű barátjával, és hát nagyon közeli barátjával fogalmazunk így, mert a Duncan Grant is megismerte Békásit. Ez egy kiváló festőművész a Duncan Grant, most nagy renoméja van, és azt írja az egyik, mármint is a Keynes Grant levelezést, én elkoltam, azt írja, hogy hát a Feri még nem válaszolt, várjátok, hogy mondja, az arra a levelemre, a levelünkre, amit mi az olasz katonai misszión keresztül küldtünk át, mert akkor az olaszok még, szóval igen. Ez egy nagyon érdekes mozzanat, tehát még egy darabig a háború kitörése után Anglia és Magyarország között, Svájcon vagy Olaszországon keresztül folyt egyfajta levelezés. A harmadik vers jöhet? Jöhetik. Ami pedig maga a Vajna, Vejner Senyei Tibor fordítása, az utolsó töredék címmel. Legmélyebb éj hurránk a hegyről, és kúszik le erre a távoli tájra, pedig barátim és én is magunknak más ösvényt, más szeleket álmodtunk, mint ez a mostani évfél. De minden homokszem helycserél egyszer, és sűrűködjő az új szelek helyett a beborult süket hangaföldeken, hol sivataggá süppett a táj, és az ember lobbanó lidérc, ki nem sző már álmot sem, mert még beszélni is tét tovább mer. A porban sok elhagyott út hever, és kiszáradt tócsák ősöreg fák alatt. Bárányfelhőink rég tova tűntek, de ez az átokföld nem ébred meg soha. Pogány varástól alért a námodik, észre sem veszik, hogy erőmet elnyeli. Én értetlenül nézek el önmagam felett, s múlt idők jósága már csak emlékezett. Pedig a csoda minden részlete adott öröktől, a legapróbbtól a legnagyobbig egészen. És a testek, mint a fű, itt és mindenütt, a magas fű úgy nőnek kövek közt végtelen. Vagy ezer éve már. A szerelem mindig szerelem. És innentől már pont, 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 pont. Igen, majd arról volt szó, hogy felolvassuk azt az utolsó levelet is, de az most elmaradt. Szerintem nem. Jó, rendben akkor, de mielőtt még felolvasnál ezt a levelet,
akkor még két szöveg fog elhangzani, egyrészt ez a levél, és előtte Gyurinak ez a verse, amit szeretne felolvasni. De mielőtt ez a két szöveg elhangozna, engedjék meg, hogy itt a Békási összes bemutató vége felé, egyrészt ne olvassam most fel azt a köszönetnyilvánítást, ami itt a végén van a könyvnek, ott én nagyon sok mindenkinek megköszöntem a segítséget, és ez továbbra is él. Szóval tényleg mindenkinek köszönöm, aki ebben támogatott és segített, és én őszintén remélem, hogy ezt a könyvet majd a magyar közönség tudja úgy fogadni, hogy kipillant a jelennek hogy mondjam ezt szépen, bocskából, zavarodottságából, különböző problémáiból, és látni fogják, hogy ez egy közös történetünk, ez egy magyar történet, teljesen mindegy, hogy ki jelen pillanatban hogyan gondolkodik, és van több ilyen történetünk is, erre próbáltam a bevezető előadásban felhívni a figyelmünket, és arra is, hogy a magyar történelem és irodalom ismerete az egyfajta önismeretet is jó esetben eredményez. Ezt a missziót szolgálja részben a Békási összes. Továbbá elsősorban az, hogy ennek a csodálatos fiatalembernek az emlékét és a verseit ne felejtsük el. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ez véget ért. Most még Szegeden az egyetemen és Zsenyében, a kastélyban szeretnék majd egy bemutatót ennek a könyvnek. A zsenyélyek már jelezték, hogy ezt támogatják, Szegeden nem tudom mi van. És utána pedig azon gondolkodtam már nagyon régóta, hogy milyen jó lenne, ha a BBC csinálna ebből egy frankó filmsorozatot, mint amilyen a Downton Abbey volt, de ez egy távoli tervünk. Ha ez sikerült, akkor ez miért ne sikerülne? Mi Gyurival majd átmegyünk a háttérbe egyszer, ha lesz ilyesmi. És akkor megkérjelek meg, hogy felolvasd ezt a verset. És köszönöm szépen, hogy eljött. Ehhez most felállhatok, mert elsőkorosan. Ez egy rövid vers, és abból született, hogy végül is mi is lelátogattunk Zsenyére. Lelátogattunk Zsenyére 2016-ban volt, azt hiszem, Sumogyi Zoliékkal, és ott is aludtunk a kastélyban. És ez a vers megjelent a Bárka című folyóiratban egy évvel később. Zsenyei Ibolya, Békási Ferenc emlékének. Tavaly még áprilisban lennyártunk ősi Zsenyén, sétálgattunk a parkban, ahol nyugszik Feri. Nyílt már a hóvilág, és aprócska Ibolyák is. Mari egyetlen egyet tövestől leszakított, s Londonban elhozott. Most esős március van, s lám egy fehér csuporban öt kis ibolya nyílik, 100 éve alvó költőnk, visszaköszönt nekünk. Most pedig engedjék meg, hogy Békási Ferencnek a legutolsó fennmaradt levelét elolvassam önöknek, mert egy másik oldalát ismerhetik meg, teljesen más, mint ami a versekben van, vagy talán a része is így össze lehet kapcsolni jól. És a három szál rózsa is értelmet nyer. 1915. május. Drága Noel, nagyon köszönöm a leveled, nem is tudod, hogy milyen jól esett, hogy írtál. 5 nap múlva indulunk a frontra, mindentől kellőképpen elszakadtam már, érdeklődésem beszűkült, csupán az emberek emlékei élénken emlékeimben. Én egy hete még azon keseregtem, hogy milyen szomorú, hogy a Brunswick Square 38 feloszlott és minden megváltozott körülöttünk, pedig valaha ezt el sem tudtam volna képzelni, de most már szomorúan látom, hogy mindaz örökre elveszett, akármilyen nagyszerű is volt az elmúlt 4 év. Én most már csak rád tudok gondolni, és a többiekre is, mert tudd meg, Noel, hogy azok a legszebb emlékeim, amikor veled lehettem, onnantól kezdve, amikor Beatles-ben leírtad nekem az Under White and Starry Sky-t az utolsó találkozásunkig, pedig minden együttlétünk spontán alakult,
Vajon a háború előtti dolgok feledésbe merülnek majd, hogyha vége lesz? Én már majdnem egy éve eljöttem, tavaly júniusban Svájcban voltam Peterrel. Olyan gyorsan telik az idő, hogy már úgy érzem, kiloptak az életemből egy esztendőt, mert ugyan sokat tanultam Budapestről, zsidókról, üzleti életről, nőkről és a társadalmi rendszerről, de ez nem az én életem volt. Mihelyt elindulok, a sajátomat élem majd. Örömmel megyek, mert tudom, megéri a kockázatot, biztos vagyok benne, hogy valami jót is ki lehet hozni ebből a háborúból, ha csak nem esek el menet közben. A legjobb dolog, ami történhet velem most az, hogyha elmegyek. Minél gyorsabban feladjuk azon elképzeléseinket, hogy a világot jobbá lehet tenni, mint amilyen, annál jó. Persze, boldogabb mindig lehetne, de nem a boldogság számít, ugye? A háború kitörése óta újraírok verseket, szerintem elég jókat, de az itteni közönséggel nem sokra megyek. Most minden olyan gyönyörű. Vannak esték, amikor minden csodás élmény egyszerre zúdul rám. Virágillat, felhők, víz, gesztenyefák és a kukoricahajtás. Káprázatosak a naplementék, és ez mind valahogy megkönnyíti az indulást. Arra jöttem rá, hogy az életben minden fontosabb az elmúlásnál, mert ha meghalok, majd születik helyettem valaki más. Nem számít. De ez annyira személytelen, hogy csak akkor jut eszébe az embernek, ha nincs éppen aktualitása. Sokkal többet akartam írni a májusról meg a vidékről. Tudod, szerintem van különbség a költők, mármint azok, akik verseket írnak, és a többi ember között. A költők ragaszkodnak az érzéseikhez, a többiek pedig hagyják, hogy azok szabadon áramoljanak, és ezért nem írnak verseket. Érzem, hogy sokat változtam, legalábbis ami a külsőmet illeti, és úgy tűnik, ez az, ami számít az emberi kapcsolatokban. Még mindig nem tudom elhinni, hogy mindnyájatokat ott hagytam csapostul, papostul, pedig nem is lehetne ennél biztosabb, lehet, hogy a háború nem is ér véget, csak ha már mindenki teljesen belefáradt. Az emberek gyorsan hozzászoknak a háborúhoz. Mire elindulok, kinyílnak a rózsák, lovanfejét három pirossal díszítem. Persze senki sem fogja tudni miért, mert családunk címerében is a pajzs fölött 300 piros rózsa van. Egyáltalán nem ilyen levelet akartam írni, de nem tehetek róla. Nagyon vágyódom utánad és a több év után. Gyakran gondolok rád. Ugye találkozunk még Noel? A te Békási F-et. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Elsősorban köszönöm szépen Gömöri Györgynek, költőnek, professzornak, hogy elvállalta itt a bemutatót velünk. Köszönöm szépen Petneházi Gábor barátomnak, hogy mindig kívül mellém mindenben, és még remélem nem bánja meg. Köszönöm Szörényi tanár úrnak, hogy Szegeden az első pillanattól fogva támogatta ezt a projektet, és hát meg lett az eredménye, ha tessék. Sütő Andrásnak, hogy eljött. És Marinak is meg fogom köszönni, mert ugye minden nagy megvalósulás mögött áll legalább két nagyszerű nő. Emögött Gömöri Mari és Balogi Virág áll, és nekik mindenképpen egy-egy szár rózsák, mindenképpen majd Mari, te kapod az egyiket, azt tudod. Úgyhogy az igen, meg hát egy csomó mindenkinek lehetne, még a Magyar Penklubnak, Szőcs Gézának, hogy támogatták a könyv megjelenését. Igen, és elsősorban maguknak, és mondom ott a köszönetnyilvánításban, én ezt így most nem fogom elismételni, hogy eljöttek, kérem vigyék jó hírét ennek a Békási összesnek. Nyilván ugyanúgy, ahogy egyszer engem Tarik, ezt meséltem Gyurinak, amikor odaadtam neki a Békási összest, múlt héten egy török költő barátom, aki azóta börtönben egyébként, de kiváló Shakespeare fordító volt. Ő bevezetett engem a kék mecsetbe, és így körbe mutatta az egészet, és mondta, hogy nézd Tibor, ebbe akik ezt készítették, ebbe a feliratokat készítették, belerejtettek szándékosan egy hibát.
azért, mert csak annak tökéletes. Nos, hát azért van ez a két pont a Noel nevén, mert csak annak tökéletes, illetve több változatát is találtuk ennek a névnek a leírása, és ugyanígy nyilván ez a kötet sem lehet teljesen végleges, mint egyetlen egy könyv sem. Én őszintén remélem, hogy a jövő fiatal filológusai találnak benne elég inspirációt, hogy a kutatásokat tovább folytassák. Én most mással fogok foglalkozni, a következő könyvem az Hangos Béláról fog szólni, nem Mékási Ferencről, Istennek, mert hát azért, mint látják, ezt végigcsináltuk. Úgyhogy köszönjük szépen!